A szénerőművek végét hozhatja el a koronavírus járvány miatt visszaeső kereslet. A környezetvédelmi aggályok már eddig is elriasztották a befektetők egy részét, de az iparág bizonytalan jövője mellett az alacsony hatékonyság az, ami az utolsó szöget verheti a szénenergia koporsójába. A lezárás csak mindenki számára egyértelművé tette, ami már tavaly is látszott, amikor a szénerőművek üzemideje egy év alatt 24%-kal csökkent. A szén már nem versenyképes a megújulókkal, mondja a szén ellen kampányoló környezetvédelmi szervezet igazgatója. A koronavírus járvány ellenére is sikerült megszervezni egy 50 fős tüntetést a jogellenesen megépített, majd a német kormány által utólag legalizált Datteln 4-es szénerőmű beindítása ellen. Most nagyon fontos, hogy a gazdasági talpraállás során a tiszta és a megújuló energiára kerüljön a hangsúly, hogy a széndioxid kibocsátás ne emelkedjen vissza a korábbi szintre. A válság alatt több országban is először fordult elő, hogy valamennyi szénerőművet lekapcsolták a hálózatról, mert nem csak a földgáz, de a nap és a szélenergia ára is kedvezőbb.